Kórház az erdő szélén, s benne egy orvos, akit a 100 legjobb közé választottak. Köszöntöm Önöket, a Klinikát látják. Dr. Rozgonyi Zsolt, pulmonológus, aneszteziológus főorvos naponta találkozik a Korányi Intézetben olyan esetekkel, amelyeken már nem tudnak segíteni. Ott jártunkkor is elveszített egy TBC-s beteget, akinek, ahogy a doktor fogalmazott, életvitele megpecsételte a sorsát. Nézem itt ezeket a súlyzókat. Így szokta kezdeni a reggel súlyzóval? Nem, de néha van úgy, hogy amikor kicsit fáradt vagyok, vagy elcsigázott, akkor fogom és egy párat belenyomok, hogy a vérkeringésem megpesdüljön, igen, vagy van az a kis kézi tartó. Mondta nekem, hogy ezt ide az osztályra a betegeknek hozza be? Az a kis női súlyzó, az a krómozott, igen. Azt szoktam, igen, hogy ha van olyan beteg, vagy esetleg egészségű személy, akinek kell. Nem, ez 2,5 kilós. Tényleg? 2,5 kilós, akkor lehet tárogatni, hoppá. Sportosan indul a nap dr. Rozgonyi Zsolt aneszteziológus főorvossal a Korányi Intézetben. Ez azonban csak egy kis ízelítő volt, a nap folyamán lesz még alkalmunk ténylegesen is sportolni, de erről majd később. Az orvos most várják betegei az intenzív osztályon. Mi lesz a mai menetrend? Levizitelünk, aztán fölmegyünk a műtőbe, aztán még lehet, hogy kinézünk egy beteghez, egy ilyen krónikus lélegezett beteget meglátogatunk. Jó. Na még egy nagyot. Jó, inhalálni kell. Már a szokásos reggeli viziten vagyunk. A Korányi Intézet intenzív osztályán főként olyan betegeket találunk, akiknek súlyos tüdőbetegsége van. Van, aki egy elhúzódó tüdőgyulladás miatt került ide, de akad olyan is, aki rossz indulatú tüdődaganat vagy TBC miatt fekszik az intenzíven. Hát, kapjon morfint, nagyon sok. Csak a terápia szélesítés nincs, kiszállunk a terápiából. TBC alkoholizmus váltva fordult elő az életében, egyébként nem mind a kettő fiatal ember, és oda jutott, hogy egy teljes roncstüdő lett a TBC-től, és akkor ilyen vérzések indultak, most televérezte a saját tüdőfelszínét. TBC manapság? Hát azt gondolnánk, hogy ez már a múlt század betegsége. Újra támad a TBC. Persze. Igen. A 90-es évek... De ezt már lehet kezelni? Tehát, ugye ez, vagy... Nem, lehet rendesen kezelni. A probléma... Amikor már halmozódik, gondolom, ott jelenik. Igen, ott jelenik, igen, amikor halmozódik, meg a beteg nem... A TBC az általában a rossz szociális helyzetűeknek a betegsége, és ezeknek a betegeknek az orvoshoz való compliance-ük, tehát hogy elmenjen, amikor tünete van, panasza van, ez rossz. És egyébként meg a TBC kelet felül, Románia felül, Ukrajna felül jön be, ott nagyobb mennyiségben vannak TBC-k. Ugye a TBC baktériumok is változtak az elmúlt 30 évben. Hogyan terjed? Köhögéssel? Vagy köhögéssel, igen. Kiköhögi, levegőben ilyen cseppek alakulnak ki, és egymással köhögünk, és akkor benyeljük, belélegezzük. De ők így ebben a formában nem fertőznek másokat. Most nem aktív TBC-s. Sóhajt szépen mélyet, nyugodtan veszi a levegőt, és akkor mindjárt megoldjuk. Már a műtőben vagyunk. Rozgonyi doktort egy jó indulatú tüdődaganat eltávolításához hívták. A sebészek ilyenkor még nincsenek itt, csak az aneszteziológus, az asszisztense és a beteg. Atropint, dornikumot egy 3-4-4-et is, mert 75 kiló. Itt ilyen koindukciót csinálunk, tehát több altatószert adunk együtt, sóhajt szépen mélyet, és itt nem adunk többet, de lehetne egyébként, például szedációhoz, ha valakit hosszú távon altatnak, például dormikummal is, akkor többet szokott kapni, meg hozzászokás van, elég gyorsan kialakul nagy hozzászokás, sóhajt szépen mélyet. Fönn van még? Igen, már nincs fönn. Mennyi idő alatt alszik el általában egy? 30 másodperc, 40, attól függ, milyen gyorsan indukálunk, 1 perc, attól függ, milyen gyors az indukció. Ezt az operációt oldalt fektetett helyzetben végzik, ma már arra is van lehetőség, hogy nagyobb vágás nélkül a technika segítségével távolítsák el a daganatot, úgynevezett videóasszisztált torakoszkópos eljárással, amelynek lényege, hogy egy speciális műszer segítségével a monitoron keresztül látja a sebész az eltérést, és így történik a daganat eltávolítása is. A felépülési időt a kisebb vágás jelentősen lerövidíti. Az altatóorvosnak ebben az esetben speciális feladata van, miközben ugyanis a műszer a beteg egyik tüdejében van, nem vehet azon keresztül levegőt, ezért addig a másikon keresztül lélegzik, ezt mutatja most Rozgonyi doktor. Most belevezettem egy kis szívót a
Azért mondom, hogy ettől speciális ez az altatás. Igen. És ezen keresztül lezárt tüdőt, ami nem légzik, lehet oxigenizálni, és tehet egy két dolgot. Tehát most az egyik tüdejét lezárták? Igen, le van zárva. Ugye itt azért van két cső, mert a két tüdő felett ebbe a narancssárga Carl Lenz tubusban két egymás mellé préselt járat van, és akkor az egyiket most lezártuk. Ez ki is van nyitva, tehát gyakorlatilag szabadon szellőzik. Vissza az intenzívre, ahol most egy szomorú hírrel fogadják az orvost. Az egyik súlyos beteg, akiről korábban beszélgettünk, már nem él. Meghalt, igen. Ebben szembesülünk azért. Pár órája még itt beszéltünk arról. Igen. Közben elmentünk a műtőbe. Egy-két napja van. Igen. Hogy egy-két napja van, igen. És nem volt már egy-két nem napja egy-két se. Nap, egy-két órája volt sajnos, igen. Az milyen érzés ilyenkor? Mióta az igazság, kezelte? Ugye ő azt mondta, hogy nem régen. 10 napja. Tessék ide figyelni. Próbál az ember azért lelkileg nem elszeparálódni a betegtől, hogy ne érintse meg annyira, mert szóval minden egyes emberrel együtt nem lehet meghalni. De azért mégis, azért 50 éves, 66 születésű ember, tehát azért nem öreg. Azért az nem jó dolog. Annak ellenére mondjuk, hogy egy olyan ember, akinek az életvezetése nem átlagos, hanem az átlagosnál sokkal rosszabb volt. De ettől függetlenül azért ez borzasztó dolog, hogy 50 évesen ma meg lehet halni. Ez egy felülintő példa is ilyenkor? Tehát mondjuk emberként vagy ilyenkor, így azt gondol, hogyha valami olyat tenne, tehát mondjuk egy egészségtelenebb életmódot kezdene, akkor ez így visszatartó erő például? Természetesen. Én meg azt gondolom, hogy ha ezek az esetek, vagy ezek a sorsok, ezek úgy nagyobb nyilvánosságot kapnak, hogy valahol megjelenne, akkor az embereket jobban visszatartaná a helytelen rossz életmódtól. Igen. Persze, hogyha valaki TBC-s, ez egy nagyon nehéz helyzet, mert az egy olyan betegség, amit nagyon nehezen lehet kezelni, és jó kezdés után is, hogyha meggyógyult, később visszatérhet, tehát ezt látjuk. Mikor kapta el a TBC-t, és mennyi idő telt el? Évek óta TBC-s? Most nem is akut TBC, tehát most ki van kezelve, tehát a TBC baktériumot nem lehet kimutatni benne, se tenyésztéssel, se indirekt vizsgálatokkal. De ez a tüdej az gyakorlatilag a TBC-től tönkre ment, ez úgynevezett TBC-s roncstüdő volt. Úgyhogy ilyenkor még ráadásul egy nagyobb tüdővérzése is volt már több kisebb, és gyakorlatilag hát ez a nagy tüdővérzés ez megpecsételte a sorsát. Az élet azonban az osztályon nem állhat meg. Orvosok, ápolók teszik a dolgukat, de a reggeli vizithez képest nagyobb csendben. A helyszín ismét a főorvos szobája, ahol nem csak a korábban mutatott súlyzókat találjuk, hanem egy hűtőt is, amiben azonban nem étel van. De ez nem hagyományos hűtő. De ez teljesen hagyományos. De a hűtő az hagyományos, de ami benne van. Az nem. Mert hogy? Az orvosi vizsgálati gyógyszerek vannak benne. Az mit jelent? Hát az, hogy mennek a mi osztályunkon is gyógyszervizsgálatok, ezek általában új antibiotikumok, vagy olyan antibiotikum kombinációk, amik most kerülnek majd felhasználásra, és ezek ilyen klinikai vizsgálatai vannak, és akkor ebben mi is részt veszünk, és azok a gyógyszerek egy része, az itt van tárolva. Egy pillanatra igen, hogy ne menjen a hője föl. Jó, igen. Milyen ezek antibiotikumok főként? Hát vannak benne eszközök, amiket hidegen kell tartani, és antibiotikumok, igen. És akkor ezt aki beleegyezik abba, hogy streptokókusz, igen, tehát látom, hogy igen, akkor igen, ezek igen. Ilyen... Baktériumok ellenes szerek, vagy gyors tesztek, amit hidegen kell tartani. Igen, ezek fönn vannak, mennek a logó, fönn a hőmérséklet van. És van új a nap alatt? Na most már itt az antibiotikumokat van, nézzük. Sőt, most itt járt egy gyógyszercég képviselő, és mondta, hogy most januártól két új antibiotikumot vezetnek be a piacra. Az egyik az a hatóanyagában is új lesz, legalábbis itt Magyarországon. A másik meg régi hatóanyag, de a kombináció az új, és gyakorlatilag kiszélesíti a spektrumát. Rozgonyi főorvosnak általában nincs ideje lemenni a kórházi étterembe ebédelni, ezért azt a menüt eszi, amit betegei, és persze általában az ebéd sem délben van, hanem amikor jut rá idő. Nincs időnk lemenni általában a menzára, és ezért ez így főhozzák ilyen tálcán, és akkor ezt eszi az ember, igen. És ugyanezt a... Igen, ezt eszi a beteg is, igen. Hát akkor most nézzük meg, hogy milyen a kórházi ebéd. Már kicsit kihűlt, mert... Ínyenc egyébként? Én ínyenc vagyok. Tényleg? Igen, de most rosszul tetszett kérdezni. Na nézzük akkor jó milyen. Jó étvágyat. Átlagos a leves. Átlagos. Ilyen szokott lenni. Most egy
diabéteses menüt kaptam, ez miben különbözik a másiktól, hogy ez ma egy könnyű vegyes? Ma éppen semmitől, semmiben. Ebben is az van, mint a... Igen. Nem, picit más. Igen, picit más. Abban talán hiányzik valamilyen, mert a lisztes összetevő, hogy kevesebb legyen a szénhidrát. Mennyire tér el egyébként, tehát hogy mondjuk a kórházak között az étel? Tehát hogy mondjuk van-e egy különbség, vagy nagyjából minden kórházban ugyanazt tapasztaljuk? Én azt gondolom, hasonló szokott lenni. Sok kórházban megjártam, és megtapasztalom, mint delikvens, hogy ilyen az ebéd, vagy olyan az ebéd. Gyakorlatilag hasonló ételek vannak mindenhol. Tehát a nagy különbség, nagy változatosság azért nincsen. Egyébként ki van pótára számolva, hogy mennyi kalória kell, tehát a dietikus kiszámolják. Tehát ez nem van itt valami, vagy ez nincs rajta? Ez ja, most nincs rajta. De amikor összeállítja, tehát a konyhán összeállítják, a dietikus megmondja, hogy mekkora, mennyi, milyen. Tehát, hogy megvan a fejkvótája. Tehát, hogy akkor mondjuk a könnyű vegyesbe több kalória van, mint ebbe. Hát ez olyan furcsa megy. Valószínűleg egy picit igen. Igen. A szénhidrát tartalma magasabb benne, ugye több liszt van benne mondjuk, és akkor nagyobb a szénhidrát tartalma, ugye ez a cukrosnak nem. Limitáljuk a szénhidrát. De hogy egyébként ugyanaz, már azt nézem, hogy ugyanazt a leves teszi. Hát nincs egy kalóriatartalma. Nem, abban több a tészta. Hát de most komolyan. Nem, azért, mert leszűcsöltem a levest, Nem, mert ebben volt összesen 5 szem tészta. Hát akkor lehet, hogy egy kicsit több. Nem, de akkor igen, akkor ettől diabetikus. Az is lehet, hogy kevesebb a tészta benne. Ebben 500 tészta volt. Lehet, akkor lehet. Több egy kicsit. Nincs idő tovább számolgatni, hogy kinek hány szem tészta volt a levesébe, mert a doktort várja egy betege, de ezúttal nem a kórházban, hanem otthon. Ugyanis hamarosan egy olyan fiatalembert látogatunk meg, aki lélegeztetőgéppel éli otthonában az életét. Manapság ez egyre gyakoribb, egy új programnak köszönhetően. Még odaérünk, arról beszélgetünk, hogy mi kell ahhoz, hogy ez biztonságos legyen. Lélegeztetőgépen van valaki, az már azért egy olyan komoly állapotra gondolunk, hogy azt, hogy ezt otthon és saját maga egy géppel, vagy mondjuk a hozzátartozója beállítja. Meg kell tanítani a hozzátartozót. Ezek aránylag stabilabb szoktak lenni, ha új infekció vagy valamilyen más betegség lép föl, vagy kiújul, akkor szokott változás lenni a lélegeztethetőségükbe. Hát ugye ez egy olyan program, hogy amikor a beteg otthonába kerül, akkor meg van beszélve a házi orvosa, tehát az OF finanszíroz az egészet. És akkor az egész úgy alakított ez ki, hogy a házi orvosa, a mentőszolgálat, mindenki értesítést kap. Az otthonában kialakít az elektromos művek szünetmentes áramforrást. Na, például ez is egy fontos szempont. Igen, nyilván. Tehát ezek kötelező részei a programba kerülésnek. Ez nem úgy van, hogy valaki csak megkapja, hazaviszi, és az már használja. Az ANTS bejárást tart a lakásba, hogy ki van alakítva a környezet, hogy a beteget megfelelően el lehet látni. Tehát ezeket több feltételnek persze, is sok feltételnek kell lenni. És a szülőket, legalább két embert kiképzünk, ez lehet testvér, barát, akárki, aki közel áll hozzá és vállalja, kiképezzük őket, hogy a alapvető szervi testi funkciókat hogyan kell kezelni, ellátni. Csókolom a kezét, és jön velem egy szerkesztőnő, meg két kameraman, jó? Csókolom a kezét. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönjük, hogy beengedezett. Hello, Andis, üdvözlöm! András Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved. Ez az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó vele született örökletes betegség, amelynek lényege, hogy az izmok helyét az izommunkára képtelen zsírszövet és a kötőszövet tölti ki. Ebből adódóan a beteg egyre erőtlenebb lesz, míg végül önmaga ellátása is gondot jelent. András ezért kapta a lélegeztetőgépet, mert az izomelhalás miatt nem tudna önállóan lélegezni. Most bepillantást enged, milyen az élete ezzel a szerkezettel. Nagyon-nagyon szép, ügyes lélegeztetőgépek vannak, ilyen szevaszkutyus. Tényleg nagyon jó szoftverekkel. Tehát gyakorlatilag be van építve ugye a... Igen, rá van téve, mert ebben alszik, a szobában beteszik. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy hogyan alszik például? Hát van téve az ágyba, és ott alszik rendesen, ott tölti a napi részét, és egy részén meg a kocsival közleg a lakásba, illetve kimennek sétálni, hogy amikor jó idő van, ugye akkor itt az utcákat, meg be a városba, mindenhova. Tudja irányítani, nagyon érdekes ilyen joystick van ott, és akkor ahova tudja. Mióta van egyébként ez a lélegeztetőgép? Most már 2 éve. 2 éve. Tehát 2 éve volt szükség. Igen, előtte volt egy kis ilyen non-invazív is, ugye? Igen. Tehát ez ilyen éjszaka. Ugyanilyen. Tehát azt csak éjszaka használtuk. És aztán hát 2 éve volt az, hogy hát szükség volt már arra, hogy a gép lélegeztetést legyen. Hova van itt? Be van építve? Igen, most nem látszik, de igen, itt van a nyakon van egy ilyen, ez a
traheosztóma, és akkor itt gyakorlatilag nem itt lélegzik a száján keresztül, hanem egy pici ablak van nyitva a trahaját a légcsőnek az első oldalán, és azon van egy kandő, és azon keresztül lélegzik folyamatosan. Milyen egy ilyen géppel élni? Tehát, hogy mi az, ami, mert így laikusként kívülről az ember azt lát, hogy nyilván mindent át kell gondolni, hogy ami korábban ment, az most például hogy megy egy ilyen géppel? Igen, hát érdekes, hogy éppen a napokban jutott eszembe, hogy hát tulajdonképpen most már 20 éve, idén össze lett 20 éve, hogy kerekesszékben ülök, és hát ennél is hasonló a helyzet, mint a lélegeztetőgépnél, hogy hát most már nálam nagyon régóta nem az a helyzet, és nem az a kérdés, hogy milyen a járóképességet elveszíteni, hanem az, hogy a tolókocsiban ülhetek, az tulajdonképpen egy lehetőség inkább, mint egy teher, mert hogyha nem ülhetnek tolókocsiban, akkor az ágyhoz kötöttség lenne a másik választás, és hát valami ilyesmit érzek a lélegeztetőgéppel kapcsolatban is, hogy hát én azt hiszem, ez egy fantasztikus lehetőség, hogy miután hát 31 éves koromban gyakorlatilag elveszítettem a légző képességemet, és hát mégis a lehetőség van arra, hogy egy gép segítségével tulajdonképpen hát folytatódhasson az élet. András szavait hallva, a pozitív hozzáállása az élethez azt hiszem mindenképpen példamutató. Persze ebben édesanyjának is nagy szerepe van, aki állapota rosszabbra fordulása óta is kitartóan gondozza a fiát. Mennyi idő alatt lehet egyébként stabilan megtanulni például azt, hogy a lélegeztetőgépet hogyan kell beállítani, hogyan használni? Voltam, én sokáig tanultam. Hát egy jó két hónapig jártam be fél napokat, minden nap. Egy fél napot ott töltöttem a kórházban, és akkor lehetőség volt arra, hogy ő egy külön szobában legyen. És akkor ott vele tölthettem az időt, és hát azért elég sokára volt, amire azt mondtam, hogy na én is megmerem csinálni ezt a leszívást, és nem a nővérkéket hívom. De most már tényleg semmi gondom vele. Amíg nem volt egyébként lélegeztetőgép, amíg például kórházban volt? Nem, soha nem volt. Sem intézetben, tehát mindig velem volt. A szeretetteljes családi hangulat után a sportnak szenteljük az időt. Futunk egy kicsit a szép napsütéses késő délutánon. Hálómunkától meg az ülőmunkától azért az izmok azok ilyen tonizálódnak, ilyen feszesek lesznek. És meg kell nyújtani. Igen, megmacskásodnak. Igen, ez jó hétközben. Kicsit meg kell... Igen. Kicsit meg kell őket lazítani. Hogy nyúljanak. Érzem is, hogy például benne is itt, hogy húzódik, mint a fene. Igen, és akkor így most szakszerűen bemelegítünk. Hát kell mozgatni az izületeket, izmokat. Az jutott eszembe, hogy a tüdőgyógyásznak például a futás, de most lehet, hogy csak nagyon kombinálok, igen, hogy például jó-e arra, hogy megnézi, hogy milyen állapotban van a tüdeje. Tehát például lehet. Az egész állóképesség, sőt, hát annyira jó. De hogy lehet jó következtetni, lehet, abból, lehet, ha valaki mondjuk elkezd futni, hogy igen, a tüdeje éppen lehet, milyen állapotban lehet van. COPD-s betegek nem nagyon szoktak futni, mert nem bírnak. És egyébként meg hát teszteljük a műtét előtt, és mi egyébként központ is vagyunk futatunk ebbe. Futatunk egy kört a beteggel? Nem futatunk, hanem biciklire, szobabiciklire ültetjük, és egyik kollégám, aki ebben foglalkozik, és a sportkórházzal közösen van egy projekt, sportolókat is tesztel, megteszteljük a betegeket műtét előtt, hogy ki fogja bírni azt az állapotot, amikor mondjuk kiveszünk a fél tüdejét, akkor fel annyi tüdeje marad, ugye? És a szíve is jobban fog terhelődni, mert a jobb szívfélnek a fél tüdőn kell átnyomni a vért. És hogy ezt ki fogja bírni, ezt megteszteljük előtte, fölzüljük a biciklire, kap rendesen maszkot és tekerni kell. Na jó, de itt akkor közben, hogyha futunk, akkor közben is lehet azért vannak, nem kell az maszk feltétlenül, hát, nyilván orvosként tudja, hogy mi az a pont. Én azt gondolom, hogy a futástál a pont az a lényeg, hogy az ember, ha lehet, ne beszéljen. Értettem a célzást, nem kérdezek tovább, csak futunk és tágítjuk a tüdőnket. Azért látom, hogy nagyon liheg. Nem nagyon, de tüdőgyógyászként ez még belefér? Tehát vele, vele. Most mi az, ami? Tehát, felekszem, hogyha egyébként így a nagyon... Apácai gimnazista voltam, akkor első osztályban első emelet, második osztályban a második, harmadik, negyedikben negyedik. És 18 éves voltam, és mondták, hogy hallják, amikor rozgni reggelén az iskolába, hogy fölétem a negyedik, hogy szuszogtam. És akkor még az évben
budapesti mezőfutóbajnok lettem, meg egy évvel később maratont futottam. Tehát, hogy nincs köze a kettőnek egymáshoz. Lehet szuszogni. Nem az a baj, hogy az ember szuszog. Egyébként a sport miért fontos az életében? Például, hogyha így nézzük, vagy hogy példamutatás? Mert azt nem, saját magamnak. Gyerekkorom óta folyamatosan sportoltam, és sajnos mostanában nem annyira, megmondom őszintén, de most megint kezd szeretnék, szóval még egy Ironman szeretnék megcsinálni nyugdíjas koromig, és vannak olyan kollégáim, akik most 50 felett kezdtek el megint aktív a sportos életet élni, és én is azt gondolom, hogy most vettem egy szép új biciklit magamnak, hogy aktívan fogok sportolni. Szóval most az egy-egy, amikor időm van rá, egy kis biciklizés, egy kis gyaloglás, vagy egy úszás, ez nem elég. Szóval, és hogy miért? Mert jó. Mert amikor az ember edz egyet, vagy fut egyet, vagy akármilyen sportot csinál, akkor utána egy ilyen jó eső pihentség jön rá. És ez kikapcsolja az embert, feltöltődik, tehát jó, nagyon jót tesz. De jobban tud koncentrálni? Igen. Azt például észreveszi? Hát persze, akkor elkezd az ajánlapot, mind a húzat, persze, természetesen. Szóval megpörgeti az embernek a vérkeringését, az is több oxigént kap, bizony, fittebb lesz az ember is élénkebb. Na, tehát lehet taurin és energiát a helyet is lehet használni. Akkor fussunk. Adásainkat visszanézhetik az Echo TV honlapján, de elérhetnek minket a közösségi oldalon is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsor támogatója az Euroasphalt Kft.